Színes világunkból soha nem hiányoznak az érdekes dolgok. Kínában olyan hely is létezik, ahol az emberek disznóolban szeretnek kávézni. Vajon miért? Ezen a szép úton a legjellemzőbb falusi képek láthatók. Ami most minket igazán érdekel, az ott van az út közepén. Egy disznóolból kávézóvá alakított épület. A disznóolból született kávézónak nem csak a neve furcsa, hanem a kinézete is különleges. A falaira tehetséges festők modern képeket festettek, amelyek azonban egyáltalán nem tájidegenek a faluban. Itt régen elhagyatott disznóol volt, amely nem illett bele a falu új arculatába. Ezért átépítettük disznóol kávézóvá. A kávézó nem csak javít a falu megjelenésén, hanem olyan helyet is kínálunk, ahol mindenki romantikus hangulatot élvezhet. A kávézóban természetesen mára semmi nem érezhető a régi bűzből. Csinosan elhelyezett tiszta székek és asztalok fogadják a vendégeket. A régi disznóol belső szerkezetét viszont jól megőrizték, és ez a különlegesség rengeteg fiatalt is vonz a környékbeli városokból. Szándékosan megtartottunk több eredeti berendezési tárgyat, például a válaszfalakat és a vájukat. Így a turisták valamennyire átérezhetik a helyiek hajdani életét. Diákok jönnek ide rajzolni vagy bulizni, de városiak is érkeznek szórakozni. Sőt, még dolgoznak is ezen a csendes helyen. Minden vendég élvezi az itteni beszélgetést és a lazaságot. Sok növény van a faluban, tiszta a levegő és a környék. Különösen jó ide jönni szép időben. Szeretek itt teázni, kávézni és sorbát enni. Nagyon ízlik a kávé. A kávézótól nagyjából 1 kilométerre található a falu közismert Xiangling hegye. A hegy alig több mint 10 méter magas, és magányosan áll a folyóban. Egy pohár kávéval az ötszínű úszóhídon keresztül lehet eljutni a kis hegyhez, és ott meg lehet csodálni a természet szépségét. A barátaimmal azt tervezem, hogy délután úszunk a folyóban. Hétvégén mindig szeretek ide jönni és a barátaimmal találkozni. Beszélgetünk az életünkről, teázunk, pihenünk. Nagyon jó élmény. Minden év április elején kezdik el szedni a Yichang vöröstea leveleit, mégpedig szigorú szabályt követve. Csak egy rügyet és egy vagy két levelet lehet együtt szedni. A Yichang vöröstea a legfőbb kínai kungfuteák egyike. Története több mint 100 évre tekint vissza. A kungfu technika pedig a tea készítés szinte egész folyamatában tetten érhető. A Yichang vöröstea egy különleges helyi fajtából született. A teafák körülbelül 1200 méter tengerszint feletti magasságban nőnek. Szőkói megyénk félalpesi területen fekszik, nagyon alkalmas a teafáknak. Azt mondják, hogy a magas hegyből és sűrű ködből születik a legjobb tea, ezért kiváló a teánk minősége. A friss leveleket gyorsan fel kell dolgozni, mert így a hatóanyagok maximálisan megmaradhatnak. Az előzetes feldolgozás során a fonnyasztás, gyúrás, az erjesztés és a szárítás után a friss levelek zöldből fuchsia színűvé változnak. A további feldolgozáskor minden levelet a külsejétől, a hosszától és a súlyától függően különböző kategóriákba sorolnak. Ezután még több lépés következik, míg végül elkészül a tea levél. Általában úgynevezett zésa, teáskannát használnak. A tea levelek és a víz aránya körülbelül 1 a 18-hoz. A vízhőmérséklet 90-95 Celsius fok. Az áztatási időtartam pedig 2-3 perc. Az elkészített tea kicsit vörösnek látszik, áttetsző, gazdag az aromája. Mindez rendkívül népszerűvé teszi. A Yichang vörös tea nem csak finom, hanem tökéletes az alakja is. Már régóta népszerű nyugaton. A China Tea részvénytársaság adata szerint
1886 körül a csúcsidőszakban 7,5 millió kilónyi Yichang vörös teát exportáltak Oroszországba, Nagy-Britanniába és Európa nyugati felébe. Ma már vannak Yichang vörös teából készült, népszerű új termékek is a piacon. Innovációs terméket terveztünk. A helyi különleges narancs felhasználásával új teafajtát készítettünk, amely a hagyományos kínai orvoslás szerint melegíti a gyomrot, csökkenti a vérzsírt, különösen az idősebbeknek ajánljuk. 300 millió yuan befektetéssel egy tea kereskedelmi piacot hozunk létre, illetve lesz egy 1,3 hektár területen működő gyártósorunk az export termékek számára. Mindez segíti bővíteni a termelést és az értékesítést is. Az elmúlt 17 évben Zhang Yinglong majdnem minden részét bejárta a sivatagnak, ugyanakkor tanúja volt a sivatag zöldé válásának is. A Maowusu sivatag területe valamivel több mint 42 ezer négyzetkilométer. Az 5. században még szép legelő volt. Utána több mint 1000 év alatt a túllegeltetés, valamint a háborúk miatt eltűnt a növényzet. A legelő sivataggá vált. Egy helyi mondás szerint nehezebb itt egy fát elültetni, mint egy gyereket felnevelni. Egy nagyobb szél elfújhatott minden elültetett facsemetét, az nagyon elkeserítő volt. Kína évtizedek óta nagy összeget fordít Maowusu kezelésére, amire a helyiek is már generációk óta folyamatosan törekszenek. Zhang Yinglong a homokkal küzdők egyike. 2003 óta Zhang Yinglong a sivatag megkötésére költötte el mind a 3 millió yuan megtakarítását. Nagyon drága a szállítási költség, mert ha egy téglát akarok hozatni, akkor 0,8 század yuan a tégla, de 0,12 század vagy 0,14 század yuan a szállítása. De Zhang Yinglong így is folyamatosan a sivatagban van, és bízik annak erdővé válásában. Már elköteleztem magam, szégyen lenne félbehagyni. A Zhang Yinglong által kezelt közel 30 ezer hektáros sivatag fokozatosan erdővé és mezővé vált. Ugyanakkor 15 hektáros facsemete nevelőföldje, 10 üvegháza és több mint 30 szobás homokkezelő és erdőnevelő bázisa is van. Hogyan található meg a fenntartható fejlesztési út? Ez lett Zhang Yinglong új célja. Véletlenül a helyiektől ismert meg egy szárazságtűrő mandulafát. Ez a növény nagyon életerős. Láttam, hogy jó a homok megkötéséhez. Nem csak zöldé teszi a sivatagot, talán ipari értéket is teremthet. 2010-ben Zhang Yinglong egy sivatagi technológiai céget létesített, és ennek a mandulafajtának a magas olajtartalmú magjából egy sor magas aminosav tartalmú étolajterméket fejlesztett. A cég évente 300 millió yuan értékű termékeket gyárthat a több mint 30 ezer hektáron növő mandulafák magjaiból. A Zhang Yinglonghoz hasonlóan az elsivatagosodás ellen küzdők munkája révén a Maowusu sivatag területének 80%-át már kezelték, 30%-át növényzet fedi. Ennek köszönhetően Maowusu hamarosan visszanyeri 1000 évvel ezelőtti arculatát. A rozmarin illata édes, kisé a fenyőfájéra hasonlít, erős aromája bódító. De azt nyilván nem tudják, hogy ez a nyugati konyhában is gyakran használt fűszer, milyen nagy jelentőségű egy kínai faluban. Ezt a rozmarin termesztő bázist szűzföldön növényvédőszerrel nem szennyezett talajon hozták létre, ahonnan azóta peszticidmentes, organikus, természetes rozmarin termékekkel látják el a világot. Yang Min a vállalat egyik alapítója.
Ez az organikus rozmaring egész Kínában egyedül rendelkezik a német BCS OEQ garancia GmbH igazolásával. A vállalat fő termékei a rozmarin kivonat és illóolaj. A cég gyára kívülről nézve egyszerű épület, de az éves termelési kapacitása eléri az 1000 tonnát. A kiváló minőségű rozmarin termékei felkapottak a nemzetközi piacon. A sok rendelés miatt 24 órán át megállás nélkül működnek a gyártóberendezések. Ez az eredmény azonban még nem mond el mindent arról, hogy mi volt Yang eredeti szándéka a vállalat létrehozásával. Korábban más városban dolgozott, de akkor is tudta, hogy előbb-utóbb visszatér a szülőföldjére. A honvágya miatt az volt az álma, hogy a földieit vezesse és együtt gazdagodjanak meg. Itt folyamatosan kutatunk, mindent megtanítunk nekik, fizetést adunk, megmutatjuk nekik a munkát, hogy időskorukban is legyen mire támaszkodniuk. A faluból a legtöbb fiatalember nagyvárosokba ment dolgozni, csak a 60 éven felüliek maradtak otthon. Mivel nem voltak bevételeik, ezért gyorsan elszegényedtek. Az egyszerű rozmarin termesztési munkák, például a gyomlálás, a meccés, a trágyázás, az öntözés és a szárítás viszont havonta 2-3 ezer yuan jövedelmet hoz több mint 300 környéki falusi családnak, és ezzel segítséget nyújt nekik kijutni a szegénységből. Egy nagy csoport ember halad veled előre, stabilan élnek, boldogan dolgoznak. Szerintem ebben rejlik a vállalkozásunk értelme. Amikor először szagolsz rozmaringot, menta illatot érzel, de mostanában számunkra boldogság illata, a honvágyunk.